Sziasztok! Ez itt az LTE összehasonlító tesztünk következő része, amiben a Mikrotik VAP LTE-t fogjuk letesztelni. Ez a gyártó univerzális LTE eszköze, amit mind kültéren, mind beltéren, vagy akár gépjárművekben is lehet használni. Egy darab PoE-képes RJ45-ös Ethernet ajzattal rendelkezik, valamint megtáplálható DC ajzaton keresztül, vagy automotív csatlakozón keresztül is. Rendelkezik egy darab 2,4 GHz-es wireless-es interfésszel, illetve megvásárolható R11-es LTE-s modemmel is. Az R11-es modem a Mikrotiktól megszokott CAT4-es besorolású, valamint támogatja az 1-es, 2-es, 3-as, 7-es, 8-as, 20-as, 38-as és 40-es LTE bendeket. A WAP felszerelhető a hozzájáró asztali járványra, oldalfalra vagy akár álmennyezetre is. A helyszínek kiválasztásáról és a mérési eljárásokról a teszt ismertető videóban tudhattok meg többet. Akkor lássuk az eredményeket! A budapesti referenciatesztünk során a WAP LTE 89 megabit letöltési, 43 megabites feltöltés sebességet ért el 15 millisekundumos pingidővel, Balatonszemesen kábellel tesztelve a berendezés 14 megabites letöltési, 6 megabites feltöltés sebességet ért el 21 millisekundummal, míg a vezeték nélkül interfészre csatlakozva 13 megabites letöltés sebességet értünk el vele, 2 megabites feltöltés sebességet 13 millisekundumos pingidő mellett. Ezt a berendezést azoknak ajánljuk, akiknek előnyt jelent a sokoldalú felszerelhetőség, és ki tudják használni az automotív csatlakozót. Ez volt a WAP LTE-nek a teljesítménytesztje. Bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!